mondd meg, ki vagy, és hány darab reggeltől estig ragyog jön a nap. Ha megkérdeznéd, hogy a március 15-ékről mi jut eszembe, akkor azt mondom, hogy egyrészt a szabadság, másrészt a szerelem, harmadik az, hogy a Republik most már jó néhány éve vagy évtizede március 15-én ünnepi koncertet ad. Nagy kőzuha átrepült a szívemen, segíts, hogy szép legyen, ha egyszer földet ér. Mivel Szegeden még soha nem játszottunk március 15-én, mert rengeteg nagyon jó koncertet játszottunk itt, és mindig kiváló hangulat vette körbe a zenekart, ezért is nagyon jó emlékeink vannak. De március 15-én ünnepi koncertet itt még nem játszottunk, és mivel végigmentünk már az ország egy-néhány nagyvárosán, ezért gondoltuk, hogy most jöjjön ez a, azt gondolom, egy kulturális központ Szeged mindenképpen, és hát remélem, hogy méltóképpen tudjuk majd együtt ünnepelni ezt a jeles napot. Még egyszer lássak, csak egyszer még. Nagy kőzuhan átrepült a szívemen, segíts, hogy szép legyen, ha egyszer földet ég. Február 23-án pénteken este 10 órakor alakult a zenekar. Erre azért emlékszem ennyire pontosan, mert én léptem akkor be a zenekarba, és gyakorlatilag ezzel kilett a létszám. Tehát meglett a csapat, és akkor innét datáljuk, hogy innétől, hogy megvagyunk, és akkor van már egy csapatunk, és innét működik a zenekar. Én mennék vele, de nem akarok, csak nézek után az ablakon, ahogy egy kis fiú, ha nem hiszi el, hogy most már menni kell. Tehát a 22 év alatt olyan sok jó dalt írtunk, hát ha mondhatom ezt, inkább mások mondják nekünk, hogy olyan sok jó dalt írtunk, és annyi sláger szorult ki valahogy a Republik zenekar tarsolyából, hogy eljátszani mindet nem biztos, hogy sikerül majd, de azért erről a 22 évről egy ilyen útba igazított szeretnénk az embereknek bemutatni. Hosszú az út, míg a kezem a kezedhez ér. Szeretni valakit valamiért, ne tudja senki, ne értse senki, hogy miért. Szeretni valakit valamiért. Egyszer jött valaki, hogy ő asztrológiával is foglalkozik, és hogy tudjuk-e mi azt, hogy mi februárban a halak jegyében születtünk, nem tudtuk igazából. De ő elmondta, és aztán akkor kezdett összeállni, hogy milyen érdekes, hogy mi a halak jegyében születtünk, az első dalunk az volt, hogy ahogy a halak, és a zenekar jele végül is egy hal, amiben egy ember áll. És aztán erről ezek után mindenki gondolja, amit akar. Hát mi már a buszba levontuk a következtetéseket, de hát mi már csak ilyen hal szerető emberek vagyunk. Például Tomi nagyon ő horgászik, nagyon minden héten szinte. Béke van, felejtse minden háború. És azt gondolom, hogy a március 15-e az egy olyan mélyen gyökerező ünnep a magyarság lelkében és a szívében, amelyhez fogható szerintem egyébként most még nem érünk át. Tehát az egy abszolút magyar ünnep volt. Március 15-ére soha nem voltak ellenvélemények. Nagy esők jönnek és elindulok, elmegyek innen messze. A 67-es úton várhatsz rám liderekre. Nyár éjszakán, ha nem jövök, esik az eső és mennydörög. A csillagokkal, ha szédülök, esik az eső és nem találsz rá. Én azt hiszem, hogy ezen a napon mindenki egy kicsit olyan más hangulatban van. Kicsit olyan másképp éli meg ezt a napot. És mi is egyébként. És ezek a koncertek egy kicsit olyan patetikusabb jelleggel szoktak lezajlani. Úgy vizuálisan is, meg az ember lelkében is, meg a színpadon és a közönség soraiban is. Úgyhogy szerintem ez egy olyan nap, amikor egy kicsit olyan másképp élünk meg egy előadást. És remélem, hogy ez így történik majd itt Szegeden is. Nagy esők jönnek, és itt maradok örökre. A 67-es út mellett, az árok parton ülve. Nyár éjszakán, ha nem jövök, esik az eső és mennydörög.
szédülök, esik az eső, és nem találsz.